Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Karácsony 8-ában a 7. naphoz érkeztünk, a szentmisét fölajánlom magyar hazánkért, a hazánkat védő rendőrökért és katonákért. A szentmis elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk. Mindenható örökisten, te szent fiat születésével új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. Kérünk, ismerj minket magadénak fiat kedvéért, mert ő az egész emberi nem üdvözítője, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, itt az utolsó óra, amint hallottátok, eljön az Antikrisztus. Márpedig itt sok Antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk. Ti azonban a Szentlélek kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek. És azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten igéje. Istennek Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve.
Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakasz a polgári év utolsó napján figyelmeztetésképpen áll előttünk. Mert amíg Márk úgymond belecsap a közepébe a történet elbeszélésekor, vagyis nem Jézusnak a gyermekség történetével kezd, hanem rögtön azzal, hogy miképpen dolgozott keresztelő Szent János, és amíg Máté és Lukács Jézus gyermekség történetét beszéli el evangéliumának kezdetén, addig János tulajdonképpen visszamegy, úgymond a legelejére. Oda, ahol még nem volt idő, nem volt tér, mert nem volt egyszerűen szükség rá, ugyanis még anyag sem volt. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Ezzel a mondattal, kijelentéssel kezdi János evangélista a maga evangéliumát. Ezzel kapcsolatban egy teológus nagyon szépen fogalmazza meg, megállapítja, hogy ebben a kezdetben már volt az ige, a logosz, vagyis Jézus Krisztus isteni természete. És amíg a karácsony ideje alatt örvendünk és ünnepeljük a kisded Jézust, az emberré lett Jézust, addig ez az evangéliumi szakasz, itt a karácsony 8-a vége felé, visszavezeti a tekintetünket arra, hogy ez a kisded Jézus tulajdonképpen isteni természettel rendelkezik. Amen. A polgári év utolsó napján forduljunk Krisztus Urunkhoz, hallgassa meg kéréseinket. Az idő és az örökké valóság, Ura Jézus Krisztus, támogasd egyházadat, hogy minden körülmények között téged szolgáljon, és megőrizze a hűséget irántad. Világosítsd meg, Urunk, a téged nem ismerők szívét. Áld meg, Urunk, egyházközségünk minden családját, és őrizd meg közöttük a szeretet és az egyetértés kötelékét. Add meg mindnyájunknak, akik itt egybegyűltünk, hogy a veled való találkozásunkból merítsünk erőt, és a szeretet tetteivel tanúskodjunk rólad embertársaink előtt.
Elhunyt testvéreinknek, akik az elmúlt évben költöztek el ebből a világból, add meg az élet teljességét, dicsőséged örök országában. Mert te vagy az alfa és az omega, tied az idő és az örökké valóság. Fogad hű néped áldó szózatát, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te vagy az igazi buzgóság és békesség forrása. Add meg, kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet ezzel az áldozati ajándékkal, és miközben részt veszünk a szent áldozatban, minnyájunk szíve egyesüljön a hitben, Krisztus ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus ami Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztusat, te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése változtatása. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányzod népedet. Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve még hűségesebben törekedjék az örökkévalókra. Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap parancsolt ünnep van, Szűz Mária Isten anyját ünnepeljük, illetve hát ugye amúgy is vasárnap van, és akkor Szent Mise az kötelező. A mai napon 17 órakor lesz még Szent Mise a templomunkban, ez az évvégi háladó mise lesz, tehát este 8 órakor senki ne kopogjon az ajtón, mert zárva lesz. Tehát nem lesz este 8 órakor mise. Holnap ünnepi miserendet tartunk, amúgy is vasárnap van, és hétfőtől tulajdonképpen visszaáll a rendes mise rend a helyére, tehát már akkor a megszokott időkben lesznek a misék. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békén!
az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos lett az ég, meghasadt az ég, és a második személy most a földre lép, mézet ont az ég, mézet ont az ég. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket és a Katolikus Rádió hallgatóit. Istentől megáldott boldog új esztendőt kívánok mindnyájunknak. Kérjük, hogy Jézus vezessen az üdvösség útján. A Szent Misét a magyar családokért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr,
Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te szent fiat születésével meghatároztad az igaz hit kezdetét és beteljesedését. Kérünk, add meg nekünk, hogy annak tagjai legyünk, akiben az emberiség, az üdvösségnek teljessége rejlik, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent János apostol első leveléből, gyermekeim, itt az utolsó óra, amint hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közölünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lenni, hogy nem mindenki tartozik közénk. Ti azonban a Szentlélek kenetében részesültetek, s ezt mindnyájan tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Digadozzanak az egek, örvendjen az egész világ. Digadozzanak az egek, örvendjen az egész világ. Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek üdvösségét. Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész világ. Alle, alle, alleluja. Alle, alle, alleluja. Az ige emberré lett és itt élt köztünk, befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Alle, alle, az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, és mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, s a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Tulajdonába jött,
de övé nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett, amikor azt hirdette, ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk, kegyelemből kegyelmet, a törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent sohasem látta senki, Isten egyszülöttje, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, a budai hegyekben láttam egy családot, akik megálltak egy útkereszteződés előtt, egy elágazás előtt, nem tudták eldönteni, melyik a jó út, melyik vezet a céljukhoz. A mai olvasmányok is ilyen útelágazáshoz vezetnek. Szent János arról beszél, hogy Antikrisztus lép föl a világba. Itt azonban rögtön megkapjuk az iránymutatást, azon az úton haladjunk, ami az üdvösségre vezet. Szent János levelében figyelmeztet, ti a Szentlélek kenetében részesültetek, és tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Az evangéliumban is Szent János tanít bennünket, evangéliumának csodálatos bevezetésében azt írja, mindazoknak, akik befogadták a világosságot, Jézus Krisztust, azoknak ő hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, akik nem a vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Karácsony ünnepe ezt az újjászületést hozta el nekünk, Isten irgalmas szeretetéből az ige testet öltött, elvette bűneinket, és megnyitotta előttünk az üdvösség útját. A mi feladatunk pedig, hogy szívünket megnyitva befogadjuk őt, és járjunk az Úr világosságában. Amen. Testvéreim, Krisztus a kezdet és a vég, ővé a idő és az örökké valóság. Kérjük testvére Istenünket, hogy kegyelmével gyümölcsözően használjuk föl a tőle kapott időt. Az új esztendőben engedd, Urunk, hogy szent neved legyen a segítségünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, hogy egyházad békességben éljen. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, hogy gyarapodjék a nemzetek jóléte és békéje. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Kérünk, Urunk, hogy a magyar családoknak add meg a szükséges kegyelmeket az új évben is. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, légy velünk az új esztendőben, hogy felkészülhessünk a számadásra, és egykor hűségesnek találtassunk ítélőszéked előtt, aki élsz és uralkodol mindörökkön örök. Hogyha szíved ég.
és szavad, hisszük és szavad. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházára. Istenünk, igazi buzgóság és békesség szerzője, add meg kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fülségedet ezzel az áldozati ajándékkal, és szent misztériumokban való részesedés által mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, az ige megtestesülésének titka által dicsőséget új fénye ragyogott föl nékünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, s az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindannyiunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd minden ható Atyaisten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára is, Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Krisztus szeretetével köszöntelek mindnyájatokat. Isten baranyó, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten baranyó, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten baranyó, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megdúdul az én lelkem. Krisztus testvére. Amen. Testesült Názáretben, kit Mária szűzen szült Betlehemben.
vagyon elrejtve kenyér színben. Imádjuk mindnyájon egyetemben ezt az igaz nagy Isten bölcsessége. Mindeneknek javára cselekedte, e dolgon angyalok csodálkoznak, emberek, állatok álmélkodnak. Betlehemben menjünk, föltaláljuk, jelen a szent oltáron, s magasztaljuk, mert szívünk hat tiszta és ártatlan. Kedvesebb az neki, mint az arany. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet, kérünk, oltalmaz mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javakat fölhasználva egyre nagyobb bizalommal törekedjen az örökké valóságra Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Üdvözlégy, kis Jézus reménységünk, aki ma váltságot hoztál nékünk, meghoztad az igaz hit világát, megnyitad szent atyád mennyországát. Én
jelen vagyon az Istennek fia. Itt jelen vagyon, felájdozott várány, itt jelen vagyon, erős igaz Isten, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyon, út, igazság, élet, itt jelen vagyon, a mennyei fölség, itt jelen vagyon, fényes világosság, a Jézus Krisztus. Fogadd el, Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékezetemet, értelmemet és akaratomat, amin van, amivel rendelkezem, mind te adtad nekem. Mindezt most egészen visszaadom neked, és teljesen akaratodra bízom magam. Csak az irántad való szeretetet és kegyelmedet add meg, és én elég gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Amen.